Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és most egy kicsit mesélek arról, hogy a Jurassic World 2 bukott birodalom tulajdonképpen miről is szól. Mentőakció. Hogy kihozzuk a dinókat a szigetről, ami fel fog robbanni. Pontos, hogy az itt megtalálható dinoszauruszok és szereplők mind benne vannak a filmben. Ugye az első rész az arról szólt, hogy a Jurassic Park után megnyitották egy szigeten a Jurassic World-ot, és hát tulajdonképpen ott az Indominus Rex, egy mesterségesen összetákolt, nagyon gonosz és hiper-szuper ragadozó dinoszaurusz bajt okoz. Nagyobbra tervezték a T-Rexnél. Mindenki menekül, meg sikongatnak, szóval tudjátok, hogy az lenni szokott. Hát ez mi az? Hűha, mindig így kezdődik. Aztán majd jön a futás, meg a sikítás. A második rész arról szól, hogy ki fog törni a vulkán a szigeten, és meg kell menteni a különböző dinoszaurusz fajokat. Igen ám, csak hogy átverik Claire-t és Owent, akit arra kérnek fel, hogy segítsenek a fajtáknak a fajok megmentésében. Ugyanis egészen egyszerűen annyi történik, hogy kéket kell megszerezni, mert az ő DNS-ében van az a szuper gén, amivel a mesterségesen létrehozott nem Indominus Rexet, hanem Indoraptort, vagyis ezt a fajtát itt. Idomítani lehet. Ugyanis kék egy jól idomítható, kooperatív velociraptor, míg ennek a génjeiben nem feltétlenül, vagy csak részben találhatóak ezek a hajlamok meg. A szigeten aztán kitör a vulkán, akkor jön az Allosaurus, előre akkor lehet majd menekülni, bocsánat, itt van például ez a giroszfér, amiben ha beleülnek, akkor tudnak gurulni vele, de természetesen megrongálódik, meg támadás éri, meg jön a T-Rex, meg mit tudom én, szóval a film első egyharmada az tulajdonképpen a szigeten játszódik, és az ottani kalamajkákat mutatja be. A második kétharmad viszont a kontinensen, az Egyesült Államok területén játszódik, és ott egy milliárdos házában, a laboratóriumban, az alaksorban természetesen jönnek a problémák, elárverezik a dinoszauruszokat, akkor közben bezárják Owent és Claire-t, de ők akkor kiszabadulnak, akkor természetesen elszabadul Indoraptor is. Szóval minden összejön, ami ahhoz kell, hogy ebből egy jó kis filmet lehessen csinálni. Aki sokat vár a filmtől, az ne tegye. Ez egy cuki film, de tényleg nincsen mérhetetlen nagy üzenete, nincsen hatalmas nagy cselekmény, vannak benne dinoszauruszok, lehet félni, lehet rohanni, és így tovább. Ez egy nagyon cuki, mai 2018-as film, amit gyerekek is megnézhetnek, mert ezek a dinoszauruszok már nem annyira harapnak, vagy ha harapnak, akkor azt azért nem lehet látni, félni azért lehet, meg rettegni, de azt is csak módjával. Úgyhogy a filmet mindenkinek tudom ajánlani, akit érdekel. Nézzétek meg! Teljesen cuki. Köszönöm, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, lájkoljatok Facebookon és kövessetek be Instagramon. Sziasztok! Skacok, ha érdekelnek még titeket dínos vagy más játékos játékvideók, akkor keressétek itt a csatornámon, jobbra, balra, mellettem, körülöttem. Hoppá, ez elég vékonyka. Ez kifejezetten vékonyka. Lehet, hogy repülő dinoszaurusz lesz. Mi lehet az, ami ennyire vékony? Aha.